imádkozik. És egy átvezető animáció. Rosszat sejtek. És pisilnem kell. Az a baj, hogy boss harcra szagot sejtek. Érzek. Ebben a játékban többnyire akkor vannak átvezető animációk. Oké, mi történik itt? Na, bazd meg. Megszörösödtünk egy picit. Oké, beszéljük meg... Nem tudom... Békességben, haver. Mi a fasz vagy te? Bizarr Amelia? Oké. Lássuk csak, mi lesz itt. Imádkozik. Oké, elég erősen imádkozik a drága. Elég milyen erősen. Oké, olyan nagyon sokat nem sebzek neki. És így? Így nem ér el? Elfogadhatom. Viszont a staminám az nem volt elég. Miért világítasz te kurva? Milyen szorongatja a kis nyakékét, vagy mi volt az? Oké, azért ezt a művel maradjuk. Az a baj, hogy eleinte könnyűnek tűnhetnek a bosszok, csak aztán mindig van egy második állapot, ami kicsit pörgősebb, kicsit erősebb. Gyerünk, haver! Csinálj majd! Oké. Nem tudom, miért nem támadtam tovább. Már megint leperíztem. Viszont most nem volt elég időm oda menni hozzá. Oké, ettől hátrányk egy picit. Na... Mire készülsz te? Ribbons. Tölti az életét a kurva! Erről nem volt szó! Kurva anyját! Picsába! Nem, mintha picit könnyebben levittem volna azt az életét. Most egy kis staggert is rá tudtam nyomni. Időzítésen borzalmas volt. Na gyerünk, amit most megcsináljuk ezzel a kurvával. Vagy ha lehet, akkor ne halljunk meg. Jól van. Tudjuk, hogy milyen. És gondolom legyőzhető. Nem tudom. És ezek ez milyen fura hangletésben mondtam. Szerintem kivitelezhető a megölésük. Csak most hogy át fogok futni mindenen, ami lehet, hogy egy rossz ötlet. Ja, meghaltam is, akkor mi van? Seggfejek. Nincs kedvem ezekkel megközni, bár tudnának adni lehet izét Blood Veil-t. De szarok rá. Kapjátok be. Én megyek küzdeni. Bocs, haver. Ó, a nagy emberünk még itt van fent. És nincsenek iframe-ek ugrás közben, szóval...
kis hátránnyal fogok indulni. Legalábbis egy Blood Veil hátránnyal. Jönnek utána ezek a faszapok, nem? Próbáljuk ki ezt a Bolt Papert. Hello, te kurva! Hát újra találkozom. Oké. Okay. Ez borzalmas volt. De se baj. Nincs nagy baj. Egy kis stagger. Még több stagger. Aki most azért staminánk is növekedjen itt ott. És ne álljunk be az ütései alá. Mint a médióteg. Mert az nem egészséges, ugyeben. Aj, nem voltam gyorsabb. Most nem tudom, mi csinál ezt a kurva. Én viszont kérek staminát! A ribanc férjét, tehát ha meg kell innen meg. Jobban kéne időzítem. Haver! Nem kapsz el! Ó, ezt most nem akartam, de mindegy. Egy kis plusz sebzés nem fog ártani. Viszont akkor... Köszönöm, kérdezik. Haver! Most komolyan. Ezt valahogy megperriztem, fogalmam sincs, hogy... Elég ijesztő ez a boss, egy szarvai is vannak, nem mondom. Nem érte meg. Mindegy. Ez a rossz stamina hiány. Ne! Haver, azt hittem be fog kapni, hogy valamit. Most megint nem ezt akartam, hanem a háromszöget akartam nyomni. Ebben a játékban miért kellett megváltoztatni az élettöltésnek a gombját? Ez roppantul idegesítő. Mindegy, gyorsan el lehet jutni ez a kurvához, és igazából meg lehet tölni, csak a saját bénázásom miatt történtek ezek, meg így még pazaroltam is. De se baj, lehetne sokkal rosszabb is, de... Ahogy látod, ők megölhető, semmi különös igazából, már kezdem kiismerni a mozdulatait is. Lassan tudni fogom, hogy kell időzíteni. Igazából most csak a Blood Veil-ekkel lesz probléma, szóval lehet, hogy ezeket meg kéne ölnöm. De leszarom. Az előbb 9 Blood Veil-t használtam. Akkor most 10-ből szerintem sikerülni fog. Nem szerintem, hanem biztosan. Mert én azt mondtam. Főleg, hogy most nem is kellett, hogy behasználnom egyet. Na, harmadik kör, te ribanc. Remélem készen állsz. Most se lesz. Most meg fogsz halni. Most meg fogsz halni. Na. Haver. Oké, időzítés. Mondjuk ennek a beidőzítése.
Faszom. Aki most legyen staminán elmenetelni. És azért maradjon egy kis élettöltés, ami... Nem tetszik ez nekem. Oké, ez nem volt természet. Az életemet is visszanyertem. Nagyon csak ilyen tűrő annál. Oké, azt hittem, hogy elkap. Ó, megint sikerült. Légy szélj oda. Elad. Oké, nem olyan rossz ez, most ezt direkt csináltam speciál. Nem sebez sokkal többet igazából, lehet, hogy csak kevesebben. Nagyon bepörgött a kurva. És megint le van perizve, de mindegy, akkor most... Itt még több damage-et is tudtam belenyomni. Ne tölts életet, létszik. Mert az nem fel... Ne kombosszal be! Bármi történik, csak ne kombosszal be! Már csak pár ütés, most én már itt nem halok meg. Nem érdekel. És... Rip. Nem maradt egy Blood Veil-em se, de tudok majd vásárolni a lelkekből, szóval nem nagy probléma. Hú, Vicar Amelia. És véres ő esik. Hű, haver. Wow. Hadd pihenjen csak. Most a könnyű kardot is cipelhet egy picit. Jól van. Ez azért elég elbaszott egy boss harcba, de tetszett igazából. És még több átvezető, remélhetőleg nem történik semmi igazán rossz dolog. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. Ez valami emlék lehetett, nem tudom. Legalább a jelszót megtudtam, vagy valami? Nem hiszem igazából. Na jó. Menjünk csak szépen vissza a Hunter's Dream-be. Költsük el a lelkeket. Ez nem sem, ez tényleg egy tetszetős boss harc volt amúgy. Elég random volt a ribbon, csak úgy átalakult. Droppolt nekem valami itemet amúgy. Vagy a kulcsot a továbbításhoz. Nem hiszem. Mindegy. Welcome home. What is it, Szintén akarok lépni? Let me stand close. Hülye kontrolleres dolgok miatt mindig izé. Na szóval, mindig hülyén rázom a kontrollert, és emiatt leül a kurva meg ilyenek.
Oké, az Arcane-től is nő a sebzésünk állítólag. De most ezt ott nem mutatja, szóval abban nem is fogok fejleszteni. Egy vitalitás, kettő strength. Lehet, hogy a Blood Tinge-be is kéne a fegyver használat miatt, de... De van, hogy annyira nem érdekes. Amennyit tudok, annyit veszek. Csak kettő. Oké. Szóval akkor adjunk el dolgokat, amik nem kellenek talán. Persze, hogy azokat szorok, csak egyet érnek. Ruhák, amiket nem hordok, azokat talán eladhatnám. Meg ezeket a gemstone-okat nem tudja sokat élnek, de majd ilyen tisztításra jók lesznek. Rúnákat meg nem akarunk. Na mindegy, menjünk fel, mert ott láttam valami másik ilyen izét, gemstone-t, amit fel lehet használni. Hol vagy? Lehet, hogy pisztolyban vagyok. Nem egészen. Ott volt ilyen félhold alakja volt. Lehet, hogy akkor nem használható fel ezekbe a fegyverekbe, vagy valami. Mindegy. Még veszek kettő ízét. Nem is kell több élettöltő. Igazából csak a bossoknál ilyen fogyóeszköz. Na és ugye belé el tudunk menni balra, meg jobbra, volt kettő ilyen ösvényünk, szerintem azokat felfedezzük. És aztán utána... Mást nem is tudunk csinálni igazából. A jelszót még nem tudjuk valószínűleg. Azokat a serlegeket meg... Kár nem tudom megszerezni, mert nem tudom mit csinálnak. De biztos jók lehetnek. Olvetlen a Blast-starved vízhez jöttem. Picsába. Elnézést, hogy húzom az időteket. Töltőképernyők, töltőképernyők hátán. Bár lehet, hogy ilyenkor kicsit rövidebb talán a töltőképernyő, mert valami belső memóriában el van kicsit raktározva a hely. Sajnos nem, ez csak egy hülye elképzelés volt. Azért valamivel rövidebb volt. Na lássuk csak akkor, mi lehet annak a helynek a neve. Grand Cathedral. Valamiért arra gondoltam, hogy akkor már a legalsó lesz, mert azt gyújtattuk meg utoljára. Rifle Spear. Azt is ki kéne próbálni. A faszt, kit érdekel. Ludwig Kardja OP. Elég az nekem. Ezeket a faszokat itt lent megölöm szerintem, hát ha adnak izéket, Blood Veil-eket. Legalább egy kevesebb. Ó, meghalott. Na, gyere, ha mersz, seggfej. Valamiért foszforeszkál a izéjük, keresztjük. Tehát be akartok engem szorítani? Gyertek, ha mertek, basszátok meg. Na jó,